Sziasztok, Berni vagyok, és sok szeretettel köszöntelek titeket a Kis si YouTube csatornáján. A patkányok, az egerek és a hörcsögök mindenevő állatok, de ez közel sem jelenti azt, hogy mindent megehetnek. A fogalomtár mostani részéből kiderül, hogy mit akar az, ha minden evő egy rákcsáló, és az is, hogy miket ehetnek és miket nem. Ha egy faj mindenevő, az azt jelenti, hogy növényi és állatéredetű táplálékokat is képes hasznosítani a szervezete, nem pedig azt, hogy bármit megehet minden gond nélkül. A vegyes táplálkozású állnevezés találóbb lenne. A mindenevő rákcsálók főleg rovarokat, magvakat és egyéb növényi részeket esznek a természetben. Ezekhez alkalmazkodott a szervezetük, ezért társállatként sem mehetnek meg akármit. Sok ételtől megbetegedhetnek, vagy akár meg is halhatnak. A rákcsálók más, máshogy működik, mint a miénk, sokkal könnyebben felfújódnak, aminek gyomorrepedés is lehet a következménye. Egy keveset tudnak pukizni, de a befögésre képtelenek, így nem tudnak olyan hatékonyan megszabadulni a felesleges gázoktól. Emiatt nem ehetnek puffasztó ételeket, mint amilyen a legtöbb káposztaféle és hülyes. Vannak növények, amik viszonylag sok nitrátot és nehéz fémet tudnak tárolni, elfogyasztva pedig mérkezést okozhatnak. Nekünk a legtöbb esetben azért nem jelent problémát a megevésük, mert a testméretünkhöz képest keveset eszünk belőlük. Egy pici rákcsálónak viszont egy körömnyi kocka is nagy, főleg a rendszeresen kap ilyesmit. Ezért kerülendő étel a számukra, például a fejes és jégsaláta, az uborka héja, a spenót és a sóska is. Bizonyos növényi részek pedig az emberek és állatok számára is toxikus vegyületeket tartalmaznak, de itt is a méretbeli különbség miatt fordulhat elő, hogy mi akár tünetmentesen is túlélhetjük a kisebb mennyiségű fogyasztásukat, még a kis állatok belehalhatnak pár falatba. Emiatt kerülendő minden csonthéjas gyümölcs magja, a nyers krumpli, a paradicsom és a paprika zöldje. A minden evő közül a törpehörcsögök a legérzékenyebbek a túl cukros ételekre. Ők a rendszeres gyümölcsfogyasztástól is könnyen cukorbetegek lehetnek. A többi faj valamivel jobban tolerálja a gyümölcs de nekik sem szabad túl sokat adni, főleg nem olyan magas cukortartalmú gyümölcsöket, mint például az ananász és az aszalt gyümölcsök. Az erősen feldolgozott élelmiszerek az embereknek sem egészségesek, a legtöbb krónikus betegség a helytelen táplálkozás eredménye. Mi viszont magunkért vagyunk felelősek. Eldönthetjük, hogy megveszünk -e egy zacskó chipset vagy sem. Ezzel szemben a társállataink teljes mértékben ránk vannak utalva, és tudatában sincsenek a helytelen táplálkozás következményeinek. Értük, mi vagyunk a felelősek, rajtunk múlik, hogy mit esznek. Az természetes, hogy ők is jobban vonzódnak az egészségtelenebb ételekhez, ahogy mi is. Ez a túlélés egyik kulcsa a vadonban, hiszen ott nagyon ritkán találni magas kalóriatartalmú ételeket. A legmagasabb kalóriatartalmú ételek pedig egyben a legerősebben feldolgozottak is. És persze az állatok is szeretik az intenzívebb ízeket. Az csak egy tévhit, hogy ők tudják, mi tehetnek meg, mi egészséges nekik. Azt teszik meg, ami ízlik, ahogy mi is. Így kérlek, soha ne adjatok nekik embereknek gyártott készételeket mint amilyen a keks, csoki, tészta, fagyi, chips, vésli, felvágottak, sütemények. Nem csak az embereknek, de az állatoknak is gyártanak nagyon egészségtelen, általmas termékeket. Kerülendőek a cukros, mézes, színezékes, ízfokozós, tartósítószeres nasik, és persze azok is, amik olyan növényeket tartalmaznak, amiket nem ehetnek a korábban elmondottak alapján. Az lenne a legoptimálisabb, ha minél természetközeli bételeket kapnának, de ez sem kivitelezhető minden esetben. A patkányok és az egerek társas fajok egyedül nem tarthatóak hosszú távon. Ha viszont többen élnek egy ketrecben, akkor a keverék válogatni fognak, így a legjobban összeállított táp is lehet egészségtelen, hanem egyforma arányban eszik az összetevőket idővel elhízáshoz és hiánybetegségek kialakulásához vezethet a válogatás. Emiatt nekik célszerű, jó minőségű el tápot adni inkább. Igaz, hogy ez már feldolgozottabb formája az ételeknek, de ha adható, egészséges összetevőkből áll, és jó az analitikája is, akkor megéri ezt a kompromisszumot. A nasi, kiegészítő eleségek ettől még lehetnek természetes formában megtalálható ételek. Ezzel szemben a hörcsögök csak magányosan tarthatóak, így náluk megoldható a jó minőségű keveréktáppal való etetés. Persze ilyenkor oda kell figyelni, hogy minden nap csak annyi tápot kapjanak, amennyit pár szem hiány meg is esznek. Valamint a fészküket is át kell nézni időnként, hogy ne tudjanak nagy készleteket felhalmozni, amiből aztán válogathatnak. Sziasztok, és köszönöm, hogy itt voltatok velem!